Mint korábban beszámoltunk róla, múlt hétvégétől már csodálhatjuk a város új adventi koszorúját, melynek első gyertyáját a sétáló utcai díszkivilágítással együtt vasárnap este kapcsoltak fel. A koronavírus okozta korlátozások miatt jelen helyzetben elmarad idén a karácsonyi kipakoló vásár és a hagyományos adventi műsor, mely mindig szép számban vonzotta az érdeklődőket. Ez most online térbe került, így advent első vasárnapján egy 10 perces összeállítást tekinthettek meg a Kalocsa TV nézői a televízión keresztül, illetve a közösségi oldalon. E jeles ünnepen először Bálint Miklós, a Magyar Pünkösdi Egyház kalocsai gyülekezetének a lelkipásztora szólt a kalocsaiakhoz az imaházból. A Biblia új szövetségi részében van egy igevers, melyet Luther Márton a Biblia közepének nevezett. Ez a János evangélium a 3. rész 16. verse. Ez az egy igevers összefoglalja az egész Biblia legfontosabb üzenetét. Mert úgy szerette Isten e világot, ebben minden ember benne van, hogy az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust adta, hogyha valaki hisz Jézus Krisztusban, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A lelkipásztor hangsúlyozta, hogy a karácsony ünnepe a hívő ember számára az Isten fiának az emberré születése. Nem az a fontos, hogy melyik napon született, hanem hogy miért született. Egy angyal így szólt Máriának, mikor elmondta neki, hogy fia fog születni. A Máté evangéliumában olvashatjuk, így szólítja meg az angyal Máriát. Ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Miért született meg az Úr Jézus Krisztus? Az emberiség legnagyobb problémájáért, amely elválaszt bennünket a Teremtő Istentől. Ez pedig a bűn. Az ünnepi köszöntő után az összeállításban a Csokonai Óvoda egy korábbi karácsonyi műsorából láthattak egy rövid bejátszást. A második gyertyagyújtás üzenetét december 6-án 17 óra 15 perctől, Gera Csontos hajnalkától, a Kalocsai Református Gyülekezet lelkészétől hallhatjuk a Kalocsa TV-n, illetve a közösségi oldalon.